ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki a finnugor őstörténet valaha is vallotta, vagy kialakította, az gonosz volt és rossz szándékú, de azért szóval biztos, hogy ilyenek is voltak, mert magától ez ki nem alakult volna, ez a nyilvánvaló ostobaság. Aki viszont délre húzódik le, az jobb földrajzi körülmények közé kerül ugyan, több lesz a fényből, a melegből, abból, ami a testi kényelmet szolgálja, de el is lustít. Tehát azt jelenti, hogy leülepedik ez a műveltség, statikussá válik, és igazán teremtő jellegű csak ebben az oda-vissza áramlásban maradhat, mert itt tud mindig magasabb fokra kerülni. Tehát ez az emberi minőség emelkedésének a terepe a Föld felszínén. És miért mondom, hogy az egész emberiség? Azért, mert nincs még egy ilyen vidék a Föld felületén, ahol kelet-nyugati irányban 1000 kilométereket lehet megtenni, anélkül, hogy alapvetően meg kellene változtatnom az életformámat. Mert ha én észak-déli irányba megyek, mert Afrikában csak ezt tudom megtenni nagy távon, vagy Amerikában csak ezt tudom megtenni, átlag 100 kilométerenként életformát kell változtatni. Itt nem kell. Tehát megmaradhat alapvetően a kultúra önmagával azonosnak, ugyanakkor meg mindent, ami hasznos és fölfelé emel, azt meg mindent rá tudja rakni erre a gerincre. Tehát önmagán belül tud megújulni, most ezt nem értik meg azok, akik viszont csak rétegenként ülepítve kapják a műveltséget, ott aztán csiszolják, csomagolják, raktározzák, de nem tudják megújítani. Na ezek az indoeurópaiak, ilyen a germán, ilyen a latin, ilyen a perzsa, és ilyen bizony a kínai is. Tehát kínai semmi nem központja, ugyanúgy hazudik, amikor azt mondja, hogy ő a közép birodalma, mint amikor hazudik a Habsburg vagy a Romanov dinasztia, amikor a feltámadás jelével a úgynevezett kétfejű sassal jellemzi önmagát. Kisajátított, eltulajdonított, tartalmatlanná tett, sőt, ellenkezőjére fordított üzenetet hordoz. Tehát ezek egy tökéletesen érthető rendszert képeznek, na ebben van hely a szkitáktól kezdve a magyarokig, a mai élő kazah, türkmén, üzbék, ujgur, és akkor még sorolhatnám a jakutok. Jakutokat például mai napig önmaguk szakáknak nevezik. Nem jakutoknak. A jakutoknak a saját maguk által használt neve, ilyen a mansi például a voguloknál, ilyen a hanti az osztjákoknál, na ilyen a szaka a jakutoknál. Most szakának viszont a szkítákat nevezték a perzsák. Tehát a szkítáknak a másik neve a szaka volt. Perzsa forrásokban szakaként emlegetik őket. Mai napig így nevezik magukat a jakutok. Hát akkor mi mitől vagyunk kirekesztve ebből a folyamatosan? Teljesen ott vagyunk, benne vagyunk. És ők is számon tartanak bennünket, mi is tartsuk már számon őket. Ennyit erről. A magyarságnak az őstörténet hát ilyen rekonstrukciójában, mert ugye ez rekonstrukció, tehát itt mindig számolni kell azzal, hogy új adatok még ezt azért színezhetik. Lényegében nem fogják megváltoztatni, ezt egészen biztonságosan lehet állítani, de színezni még nagyon sok minden tekintetben fogják, biztos vagyok benne. Tehát ebben a magyar sohasem önállóan játssza a szerepét. Mindig egy testvérrel kapcsolatban. Tehát ha én azt mondom, hogy mi nekünk magyaroknak mi a szerepük, mondjuk szemben a kazahokéval vagy a kirgizekével, hát először is nem szemben, hanem kiegészítőlegesen. Tehát itt van az alapja. Bármelyikkel kapcsolatban a magyarnak a nevében van a küldetése. Tehát rengeteget vitatkoznak azon, hogy egyáltalán eredeti neve a magyarnak a magyar. Vagy pedig csak történetileg kialakult, egyébként meg az ungár az eredeti, meg a valamilyen módon az ugor, tehát annak valamelyik hanggal, aki változott, az ungár az tulajdonképpen egy úgynevezett nazalizálódott, tehát egy nazális, egy orhang, ez ennek a közbeiktatásával föltöltődött alakja. Most ezeken én nem akarok vitatkozni, ez hosszú játék. De egy biztos, hogy a magyar az előfordul máshol is ebben a térségben, és itt most már az egész térségben kell gondolkozni. Tehát a Kárpát-medencétől a Tallinn-medencéig. Mert ez egységes, és itt ahol leszúrják az ásót, ott mindent ennek a műveltségnek a nyomait találják. És ez legalábbis egy-két esetben például az úgynevezett részleges lovas temetkezések esetében ez már bizonyított tétel. Tehát itt egy dr. Érdi Miklósnak van, hát
eléggé meg nem becsülhető hatalmas érdeme, mert ezeket szépen egyenként összegyűjtötte, föl is rajzolt a térképre, pontosan azt a vonulatot rajzolja ki, amiről én itt beszéltem, vagy amit térképen meg lehet mutatni. Tehát abban jelenek meg, tehát itt a folytonosság az egyértelműen bizonyított földrajz értelemben. Most ő természetesen elsősorban a hunüstök nyomán kezdte el, tehát a hun magyar folytonosságot vizsgálta, de azért egyet tudni kell, hogy nem csak nekünk ősünk Attila, és nem csak nekünk ősünk Nimród. Tehát amikor a török-görög konfliktus kiéleződött, valamikor már a 20. század, tehát itt a 20. századról beszélek most, annak az utolsó negyed évszázadában, akkor ez ugye Ciprus kérdésében egészen konkrét fegyveres harcig élesedett ki. Na most a törököknek itt két vonaluk volt, tehát katonai vonalra gondoljunk. Az egyiket Nimrodról nevezték el, másikat Attiláról. És a görögök egyiket se tudták áttörni. Na most, amikor majd nekünk magyaroknak lesz Attila vonalunk, hát egyáltalán lesz hadseregünk. Tehát lesz egy Nimrod vonalunk, meg lesz egy Attila vonalunk, biztosak lehetünk benne, azt nem fogják tudni áttörni. Csak hát idáig el kell jutni. Tehát nekünk a törökökkel közös az ősünk. Csak ők megbecsülik, nekünk meg nem hagyják megbecsülni. Sőt, még azt is elvitatják, hogy tényleg az ősünk volt. Most tudva levő, hogy a képes krónikában, de hát ezt nyilván többen is elmondják, hát ezt azért lassanként már tényleg az utcaember is tudja. Hál' Istennek. A mi krónikás hagyományunkban, aminek a leggyönyörűbb, és talán legtartalmasabb is, vagy többet mondó hát lenyomata, az a képes krónika, amelyet Nagy Lajos királyunk számára festettek, 1300-as évek második felében. Hát abban Attilát soha nem nevezik hun királynak, mindig magyar királynak nevezik. Ahányszor előfordul, hosszú fejezet foglalkozik vele. Mindig magyar királynak nevezik. Most még 1700-as évek, de 1700-as évek. Tehát nincs tévedés. Még ott a magyar arisztokrácia részére készült nagyméretű Attila festményeken, még feliratban ott van. Tehát ezeket szoktuk reprodukálni is, hogy Attila a magyar népek 6. vagy 7. vezére és első királya. Nem Szent István az első király, Attila az első király. És ez még 1700-as években, még a jellegadó kulturálisan is, nem csak hadászatilag, arisztokráciának a körében ez annyira általános, hogy ennek több megfogalmazása van. Tehát ez megvan Rohoncon, ez most a határon kívül esik, ugye Ausztriában, akkor megvan Nyíregyházán, mert oda került be múzeumba, reprodukáltam Attilára szóló könyvemet, tehát ez egy hozzáférhető adat. Tehát itt semmi ilyen kétség nem volt, hát Attila magyar király természetesen. Király és magyar király. Most tessék ezt ma az akadémián hangosan felolvasni. Tehát itt látszik, hogy teljesen levált az akadémikus kutatás arról, ami a hagyománynak megfelelő. Megtagadja azt, hazugságnak vagy tévedésnek minősíti, nincs értelme szót értenünk. Tehát ez egy teljesen más vonalvezetés, ami az övék, lehet nekik jó, nekem nem jó, mert én tényekhez szeretek ragaszkodni. Tehát minden esetre Attilát jók tudni, hogy bizony magyar királyként tartja számon a magyar hagyomány. Igen ám, de az a forrás, amelyik viszont a nála járt görög követ, pontosan a követség egyik tagja, ugye ez a Priskosznak nevezett rétor, aki egy nagyon magasan képzett személyiség. A rétor azt jelenti, hogy szónok. Tehát ez a Priskosz nevű rétor, ez meg egyfolytában, ahol Attiláról szól, mindig szkítának nevezi. Tehát a görög szövegben, ami ugye hiányosan maradt fönn, kivonatosan, de fönnmaradt. Tehát mindig szkítának. Na most az egyik, mert itt ugyanaz a hagyomány, kétféle lenyomatban áll előttünk. Az egyik magyar, a másik szkíta. Akkor most nekünk tényleg semmi közünk nincs a szkítákhoz? És az összekötő kapocs pedig Attila. Tehát annyira tisztán kirajzolódik ez a múlt, hogy egyszerűen ember nem is érti, hogy most van itt értelme egyáltalán ezen vitatkozni. Teljesen tiszta a kép. És amíg mi nem tudjuk megbecsülni ezt a hagyományt, addig packáznak velünk. Hát akinek én elveszem a múltját, annak olyan jövőt rajzolok, amit akarok.